A kiskörösi szlovák tájház 2007 után idén ismét elnyerte az év tájháza címet. Hitelesség, példaértékű helyreállítás, kiváló programok és identitás őrzés a tájházban. Ezek azok az értékek, amelyek méltóvá tették a szlovák tájházunkat arra, hogy idén ismét kiérdemelje az elismerő címet. A cím elnyerésére az intézménynek pályázatot kellett benyújtania. Van helyszíni bejárás is, a Tájház Szövetség elnökségi tagjai, illetve dr. Berecki Ibolya, a Skanzen főigazgató helyettese érkezik minden alkalommal azokhoz a tájházakhoz helyszíni bejárásra, akik pályáztak. Ők összehasonlítják azt, hogy az intézmény által megírt pályázatban szereplő adatok és munka az a valóságnak megfelel-e, és hát a helyszíni bejárás során saját maguk is megbizonyosodnak egyrészt a tájház állapotáról, másrészt pedig a tájház vezetőjével való beszélgetés során arról is, hogy itt milyen szakmai munka folyik, milyen közösségi munka folyik, és egyáltalán a tájház az milyen szerepet tölt be egy adott falu vagy egy adott városnak a közösségi életében. A tájház Kiskörösváros önkormányzatának fenntartásában a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tagintézményeként működik. Az 1970-es években Dulai András népművelő a helyi lakosok közreműködésével fogott hozzá a település szlovák értékeinek megmentéséhez. Az összegyűjtött anyagból dr. Bárty János múzeológus közreműködésével 1977-ben nyílt meg a szlovák tájház kiállítása, mely a Kiskőröst 1718-ban újra benépesítő szlovákság kultúráját mutatja be. A kiskörösi szlovák tájház számos eseménynek ad helyszínt az év során. A tájházak napja, a népviselet napja, múzeumok éjszakája, a május végén és szeptember első hétvégéjén tartott város alapítók napja és országos rétes fesztivál, valamint a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok mindegyikén tájházi rendezvényeket is tartanak. A múzeális intézmény egész évben várja a helyi oktatási és nevelési intézményeket jeles napokhoz, iskolai gólyanapokhoz, a Petőfi túrához, hon- és népismereti kihelyezett órákhoz, helytörténeti vetélkedőkhöz kapcsolódó foglalkozásaira. Példaértékű a Kiskörösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel folytatott közös munkája. A Tájház Szövetség október 5-e és 7-e között Veszprémben rendezte 20. jubileumi országos szakmai találkozóját, melynek keretében október 6-án adták át az év tájháza címet. Nagyon örültünk annak, hogy egy ilyen jeles rendezvényen részt vehettünk, hiszen Veszprémben, ami most Európa kulturális fővárosa, a Lackó Dezső Múzeumban volt a díjátadó, és egyébként a díjátadó a 3 napos szakmai konferenciának a része, és hát ez volt a nyitó napnak az egyik fő programeleme. Navracsis Tibor miniszter, illetve Veszprém város alpolgármester asszonya adták át a díjat. Ezen jelen volt Domonyi László polgármester úr is, vele ketten vettük át a táblát. A kiskörösi szlovák tájház mára már jóval több, mint puszta kiállítás. Egy olyan hely, amely idősebbeknek és fiataloknak egyaránt segít visszarepülni az itt élő szlovákok vallási, nyelvi, viseleti, táplálkozási és folklór hagyományaiba.